A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, körülbelül egy hónapjuk van a felvételizőknek eldönteni, hogy merre szeretnének tovább tanulni. A köztérben ebben próbálunk egy kicsit segíteni. Székesfehérvár két felsőoktatási intézményének rektorhelyettes, illetve oktatási dékán helyettese a vendégem. Itt van velünk a stúdióban Pogásnik Mónika, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karának oktatási dékán helyettese, és Kovács László, a Kodolányi János Egyetem oktatási rektorhelyettese. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Hát, hogy elmondtam, hogy egy hónap áll körülbelül a döntésig rendelkezésre, nyilván már azért sokakban szerintem körvonalazódik, hogy merre szeretnének tovább indulni, de hát itt van Fehérváron két intézmény sok-sok lehetőséggel. Az első, amit szeretnénk megbeszélni, vagy szeretném, hogyha megbeszélnénk, az az, hogy azért ez a 2023-as év ez azért változásokkal teli, a felsőoktatást tekintve is. Milyen változások vannak, és hát hogyan viszonyulnak ehhez Önök? Változások vannak abban, hogy a felsőoktatási intézmény meghatározhatja meg, hogy szeretné-e, hogy emelt szintű érettségi legyen a feltétele az egyetemre való bekerülésnek, és az előzetes ponthatárokat, ugye, ami a minimum pontokat is meghatározhatja az egyetem, illetve választhatja azt, hogy egyáltalán nem határoz meg minimum pontszámot. Hogy van ez most itt az Alba Régia Műszaki Karon? Mert ugye tényleg ezt így az ember, vagy hát az egyetem eldöntheti, hogy hogyan viszonyul hozzá, akkor az egyetemet hogy érint ez? Az Óbudai Egyetem, illetve az Alba Régia Műszaki Kar képzései közül mindegyiknél 260 pont a minimum bekerülési ponthatár, tehát ez változott tavalyhoz képest, illetve emelt szintű érettségit minden szakunkon kérünk bemenetként, kivétel a földmérő és földrendező mérnöki alapszakon, ott elég csak középszintű érettségi. Önöknél a Kodolányi János Egyetemen hogyan vannak így az alap ponthatár, illetve az, hogy az emelt szintű érettségi mennyire szükséges a felvételihez? Mi élünk azzal a lehetőséggel, ami most megnyílt a felsőoktatási intézmények részére, tehát mi nem kérünk semmilyen minimum ponthatárt, és az emelt szintű érettségi tekintetében az anglisztika kivételével szintén eltekintünk ettől a követelménytől. Tehát gyakorlatilag olyan helyzetbe kerülünk, mint egyébként az európai felsőoktatási intézmények nagy része, tehát ahol megvan az érettségi, ott lehetőség nyílik tovább tanulni. Mi ezt az utat választottuk. És az emelt szintű érettségit akkor nem annyira preferálják? Tehát nem, de igazából az emelt szintű érettségi egyébként mindenképpen előny, de bekerülési kritériumként csak az anglisztika szakunkon írjuk elő. Milyen alapszakok állnak rendelkezésre egyébként most így a 2023. szeptemberétől a leendő hallgatók számára? Székesfehérváron az Alba Régia Műszaki Karon műszaki képzések, illetve informatikai képzések állnak rendelkezésre. Műszaki képzés a gépészmérnöki, a villamosmérnök és a műszaki menedzser alapképzés, illetve mester szinten a mechatronikai mérnöki mesterképzés. Mérnök informatikus szak indul felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, és idén újonnan a mérnök informatikus mesterképzés is indul Székesfehérváron. A harmadik intézetünkben pedig a földmérő-földrendező mérnöki alapszak, illetve szintén új mesterképzés, a geoinformatika mesterképzés, ami indul idén szeptembertől. Azon kívül, az Alba Régia Műszaki Karon kívül az Óbudai Egyetemnek egy másik kara is megjelenik szeptembertől Székesfehérváron, tehát gazdasági képzéseket is indít az Óbudai Egyetem Keleti Károly gazdasági kara, itt gazdálkodás és menedzsment, illetve vállalkozásfejlesztés mesterszak indul. Önök mire Kodolányi János Egyetemen milyen szakok lesznek, alapszakok lesznek? Kezdeném talán azzal, ami egyedi. Az előadó művész szakunk az a három képzési helyszínünk közül csak Székesfehérváron indul. Ez a jazz szak. Jelen vagyunk egy szakkal a bölcsészképzés területén is, ez a közösségszervezés. A klasszikus gazdálkodástudományi szakjaink, azokat továbbra is kínáljuk, ilyen ugye a gazdálkodási és menedzsment, turizmus, vendéglátás, illetve hát az a
a HR szak, tehát az emberi erőforrás sok, mint alapszak, és nálunk is vannak egyébként mesterszakok, és mesterszakokon állami finanszírozással is élhet a hallgató. Ilyen például a vállalkozásfejlesztés mesterszak, nemzetközi tanulmányok mesterszak, vagy turizmuson is lehet mesterszakot hallgatni, Székesfehérváron, a Kodolányin is. Melyek azok a szakok, amik a legnépszerűbbek? Hát ahol a legtöbb hallgató van minden évben, az a mérnök informatikus alapszak. Ott évente olyan 60-70 közötti hallgató kerül beiskolázásra ide Székesfehérvárra. Ezen kívül igen népszerű a földmérő-földrendező alapszak, mivel ez országos beiskolázású, tehát máshol nem indul Magyarországon, csak itt Székesfehérváron. Ezen kívül a mérnöki szakok is nagyon népszerűek, mert hogy Székesfehérvár a duális képzés fellegváraként ezeken a szakokon nagyon sok duális képzési helyet tud kínálni. Önöknél melyek a legnépszerűbb szakok? Egészen különleges módon nálunk szakirányú továbbképzések is vannak. A pedagógia területen vannak viszonylag nagy évfolyamaink, közoktatásvezető képzés például, mentorpedagógus képzés például, tehát nagyon sok iskolában a vezetők, azok volt Kodolány és sok, akik erre a szakirányú továbbképzési szakra jártak. Ugye előzetesen beszélgettünk egy kicsit, és akkor mondta nekem, hogy a turizmus vendéglátás szak népszerű szak volt, most azért van egy kis változás, így 2022-ben tapasztalhatnak bizonyos változást. Hogyne, hát mi ugye azért a turizmus képzés területén elsők voltunk az országban, még annó kétségbe is vonta az akkori oktatás irányítás, hogy lehet-e felsőoktatásban egyáltalán turizmust, turisztikai szakembereket képezni. Hát lehet, most ugye már 20 fölötti a képzőhelyek száma. És igen, válságba került az utóbbi pár évben a turizmus ágazat, hiszen jött a Covid, aztán ahogy kilábaltunk a Covidból, az energiaválság miatt zárnak be szállodák, és itt mi megpróbáljuk a turizmus szegmenseinek azokat az oldalait megtalálni, amelyek a kreativitásra épülnek, amelyek ilyen bizonyos szegmenseire koncentrálnak a turizmusnak, például víziturizmus, akár vallásturizmus, kicsit személyesebbé tenni a korábbi tömegturizmust. És ebben azért nagyon sok lehetőség van. Csomó turisztikai startupot látunk, amelyek szemben ezzel a negatív trenddel mégiscsak sikeresek tudnak lenni. Ugye január 16-án volt a nyílt napja az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának. Hogyan tudtak tájékozni, hogyan lehetett tájékozódni azon a napon? Hiszen mondtam, hogy ugye ez elég sok minden változással jár együtt, ez a mostani 2023-as felvételi rendszer. Kettő nyílt napunk volt egy decemberben, egy másik januárban, és itt ezeken a nyílt napokon egyrészt a szakfelelősök beszélnek az egyetemen elérhető szakokról, ugyanakkor diákok is jelen vannak az egyes szakokról, akik a fiatalok szemével mutatják be a képzést, hogy ők miért választották ezt a szakot, illetve minden nyílt napunkra meghívunk partnervállalatokat, ahova a duális képzésben elmehetnek majd a jövendő hallgatóink, tehát már itt lehetett tájékozódni a duális képzés lehetőségeiről is. És az, hogy a felvételi rendszerben ugye most ugye változás van, és azért tényleg így a diákokat, a leendő hallgatókat azért kicsit meglepődve tapasztalták, hogy azért másabb lesz ez a mostani rendszer. Ezzel kapcsolatban tudtak-e segíteni? Igen, jelen volt a tanulmányi osztályvezetőnk, aki kifejezetten ezekben a kérdésekben tartott eligazítást, információkat osztott meg, hogy hogyan zajlik most a felvétel, és milyen újdonságok vannak ezzel kapcsolatban. Ezeket, amiket én elmondtam például a beszélgetésünk elején, ezek is mind elhangzottak. Önöknél mikor lesz majd nyílt nap, mikor várják a leendő hallgatókat? Mi január 20-án várjuk személyesen a hallgatókat, a leendő hallgatókat, és igen, mi is nagyon sok kérdést kapunk már előzetesen is, e-mailben is, akár a felvételi rendszerrel kapcsolatban. Egy picit keveredik ugye az ez évi, a futó évi változás, és azok az információk, amelyek majd csak jövőre lépnek életbe, és akkor hát a nyílt napunkon egyébként nálunk az oktatókkal lehet találkozni. Picit mélyebbre megyünk, tehát megmutatjuk
mélységében is a mintatantervet, és elmondjuk azt, hogy melyek a kodolányi oktatásában azok a jellemzők, ami miatt érdemes bennünket választani. Mik egyébként azok, ami miatt az önök intézménye, vagy ahogy az Alba Régia műszaki kart is kérdezem, hogy miért válasszák ezt a leendő hallgatók? Azt vettük észre, most ez a legutóbbi éveknek a trendje. Korábban is megfigyelhető volt már, de ez nagyon felerősödött, hogy a hallgatók, akár a nappali tagozatos hallgatók is a tanulmányaik ideje alatt munkát vállalnak. Láttunk egy országos statisztikát, ez 60%. Tehát a nappali sok 60%-a dolgozik, ez nálunk még ennél is magasabb. Most ez egy érthető helyzet, mi ugye költségtérítéses intézmény vagyunk, tehát tandíjas, és nyilván a hallgatók már a tandíjat is meg tudják keresni, ha elég flexibilis egyébként az intézmény. Ezt mi jól tudjuk kezelni, nálunk is van egyébként duális lehetőség, nálunk is van kooperatív lehetőség, ami azt jelenti, hogy nem duális keretben, de végül is lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak, összekombinálva az órarendjüket és a munkahelyi elfoglaltságukat. Ez például az egyik ilyen jellemző, amire mi most odafigyelünk, hiszen látjuk, hogy erre oda kell figyelni. A másik a külföldi lehetőségek. Nálunk azért több mint 100 országban van lehetőség külföldre menni, és ezeket a hallgatók nagyon szeretik. Az elején picit bátortalanok, hiszen külföldre kell menni, idegen nyelven kell megszólalni, de aztán most éppen ma kaptam egy olyan információt, hogy hosszabbít valaki, mert hiszen kiment Portugáliába, és aztán végül is úgy érzi, hogy érdemes még ott egy fél évet rátenni. Ez nálunk viszonylag gördülékenyen működik. A másik, hogy a kodolányon ugye a nappali tagozatos teljes idejű képzés mellett vannak részidős képzések, levelező és távoktatás is. Nem minden szakon, de nagyon sok szakunkon megvan ez a lehetőség. És például, ha egy nappal is hallgató bizonyos napokon munkát vállal, és kérvényezi azt, hogy azokon a napokon ő nem tud az oktatásban részt venni a munkahelyi elfoglaltsága miatt, akkor mi ezt engedélyezzük, hogy részidős képzésben vegye fel ezeket az órákat. Ez egész egyszerűen a hallgatók élethelyzetéből adódik, és mi ehhez próbálunk alkalmazkodni. Önöket miért válasz a leendő hallgató? Az Óbudai Egyetem a Magyarország első számú gyakorlatorientált műszaki egyetemeként apostrofálja magát, és tényleg így van, a képzéseink nagyon gyakorlatorientáltak, gyakorlatközpontúak, és talán itt azért nagyon fontos számunkra a duális képzés is, mind a mellett, hogy az egyetemen belül, a tantárgyakon belül is a gyakorlaton van a hangsúly, a projekteken van a hangsúly, az egyéni feladatokon van a hangsúly. Olyan sok duális partner céggel működünk együtt, hogy azok a diákok, akik duális képzésben szeretnének részt venni, azoknak mindenképpen van választásuk, hogy hova menjenek gyakorlatra. Tehát aki ezt a képzési formát választja, biztosan fog tudni magának találni valami duális gyakorló helyet. Jelenleg körülbelül 60%-a a hallgatónknak duális képzésben vesz részt, 40%-a pedig hagyományos képzésben. Az azt jelenti, hogy a egyetemi, akadémiai időszakban együtt ülnek, együtt tanulnak, és ezen kívül ugye a duális hallgatók hetente egy nap vesznek részt a gyakorlati munkahelyen, a munkában, illetve a vizsgaidőszak, illetve az egyéb téli és nyári szünetben folyamatosan részt vesznek a gyakorlaton, és ugyanúgy, mint egy kezdőmérnöknek van persze szabadságuk is, amit kivehetnek 20 nap egy évben, tehát nem azt jelenti, hogy nincsen szabadság. Tehát, hogy ez a gyakorlat lehetősége, ez nagyon fontos nálunk. Hogyan lehet egyébként részt venni a duális képzésben? Mert ugye mondta, hogy 40% az, aki nem vesz részt, 60% vesz részt. A 40% azért nem vesz részt benne, mert nem kap felvételt, tehát felvételizni kell erre külön, vagy hogyan kell elképzeljem? Amikor jelentkezik, most ugye február 15-ig kell jelentkezni az egyetemre, ott mindenki egyformán jelentkezik, akár duális képzésben, akár hagyományos képzésben akar részt venni, arra a szakra, amelyik szakra jelentkezni szeretne. És aztán majd ezután, a tavasz folyamán a honlapunkon meghirdetett partnercégek bármelyikének
ehhez jelentkezhet, hogy ő ott szeretne duális képzésben részt venni. De ezt segítendő tartunk áprilisban duális tájékoztató napot, amikor az összes partnercéget meghívjuk, aki vár duális hallgatót, ahol mindenki bemutatkozik, illetve mindenkihez utána külön-külön egy ilyen állásbőrze jelleggel oda lehet menni. Tehát tulajdonképpen személyesen is lehet találkozni, mielőtt az ember eldönti, hogy akkor melyik helyen pályázon egy-egy gyakorlati helyre. De akinek még nem sikerült tavasszal választani, még egészen szeptember 30-áig az ősszel lehetősége van, mindig felajánljuk a még fennmaradó helyeket, hogy hova lehet menni, illetve a duális képzésben legkésőbb a második fél év kezdetéig be lehet kapcsolódni, tehát még arra is van lehetőségek, aki még szeptemberben nem döntött el, de az első fél év folyamán aztán látja, hogy számára hasznos lenne még utólag, és az utolsó, és az első fél évben választhatja azt, hogy a hagyományos képzés helyett a duális képzésben akar részt venni. Tehát tulajdonképpen a felvételi az ugyanúgy működik a hagyományos, mint a duális képzésben, és utána a gyakorlati helynek a megtalálása ezzel párhuzamosan. Miért fontos önök szerint, hogy legyen ilyen lehetőség a diákok számára? Hát azért fontos, mert azt látjuk, hogy azok a diákok, akik részt vesznek az első naptól kezdve az egyetemmel párhuzamosan a gyakorlati képzésben, egy kicsit másként tekintenek a tanultakra is. Ha ők már látják a valóságban, hogy hogyan működnek bizonyos dolgok, akkor könnyebben megértik, könnyebben felkészülnek belőle, és könnyebben tudják azt is, értik azt is, hogy miért tanulnak valamit, mi annak a gyakorlati haszna, mi az értelme. A szakmai dolgok mellett, ugye most napjainkban már nagyon sokat beszélünk a puha készségekről, amik szintén nagyon fontosak, amik nem szakmai készségek, hanem olyan speciális személyhez kötött készségek, amire nagyon nagy szükség van a 21. századi munkaerőpiacon. Ilyen az együttműködési készség, a kommunikációs készség, a probléma megoldó készség, és még sok hasonló dolog. Ezeket a dolgokat leginkább úgy lehet megtanulni, ha az ember csinálja, ha gyakorolja, ha kipróbálja, ha olyan környezetbe kerül. Tehát gyakorlatilag, aki mondjuk egy alapképzés, ugye 3,5 évig tart a műszaki képzésben, 3,5 éven keresztül tulajdonképpen begyakorol dolgokat, tehát amikor elvégzi az egyetemet, akkor tulajdonképpen olyan pályakezdő lesz, aki már komoly gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Igen, szerintem itt az a legfontosabb változás mondjuk egy 20 évvel ezelőtti helyzethez képest, hogy a tanulmányi idő és a munkahelyi szituáció az átfedésbe tud kerülni. Ezt egyébként maga a munkaerőpiac jelezte már régen, hogy kijönnek a hallgatók, és nekünk akkor meg kell őket tanítani arra, hogy egy konkrét munkahelyi szituációban végül is mit kell csinálni. Hát most megtörtént ez a változás, és hasonlóan gondolkodunk mi is, mint az Óbudai Egyetem, lásson élő munkahelyi szituációt, akár duális, akár kooperatív képzésben, akár párhuzamosan a tanulmányokkal. Mi egyébként a tematikus heteinken cégeket, cégvezetőket hívunk meg még, és bemutatják a cégüket a hallgatóinknak, workshopolnak a hallgatókkal, tehát ez picit már a fejvadászás mezeje is egyébként, hogy a cégek megnézik, hogy kik azok a hallgatók, akikkel egyébként ők hosszabb távon is együtt tudnának működni. Hasonlóak az elképzeléseink, igen. Ugye most két intézmény tudunk egy kicsit jobban közelebb vinni a hallgatósághoz és a nézőkhöz, ugye az Óbudai Egyetemet, az Albarégi Műszaki Kart, illetve a Kodolányi János Egyetemet. Tehát ugye ez még úgy volt, hogy a Corvinus is itt volt Fehérváron. Most hogyan van jelen itt a Corvinus, hiszen az Óbudai Egyetemnek lett kötődése? Igen, az egykori Corvinus épületek, kampuszok átkerülnek az Óbudai Egyetemhez, illetve a gazdasági képzéseket is az Óbudai Egyetem indítja most 2023. szeptembertől itt Székesfehérváron. Az Óbudai Egyetem második kara is meg fog jelenni Székesfehérváron, ez pedig a Keleti Károly Gazdasági Kar. Most szeptemberben egy alapképzéssel, a gazdálkodás és menedzsment, illetve egy mesterképzéssel, a vállalkozásfejlesztés mesterképzéssel, ezekre a képzésekre lehet jelentkezni, mint nappali, mint levelező tagozaton, és ezek a képzések 23. szeptembertől indulnak. Viszont ugye, akik Corvinusos diákok már megkezdték a tanulmányaikat itt Székesfehérváron, ők Székesfehérváron is fejezhetik be a tanulmányokat, helyileg ugyanott, ugyanazon a helyen, tehát folyamatosan, amíg ugye az átmenet megtörténik, egyszerre lesznek Corvinusos és felmenőben pedig Óbuda is, gazdaság is hallgatók az egyetemen.
Ugye itt már kicsit ön beszélt arról, hogy van lehetőség külföldre utazni, és most itt az Erasmus programról is volt egyébként a nyílt napon tájékoztatás. Mi a helyzet így az Erasmus programmal? Az Erasmus programok ugye folyamatosan zajlanak. 2025-ig megkötött Erasmus szerződések vannak, tehát most nem érinti semennyire azokat, akik most készültek kimenni. Illetve az Óbudai Egyetem úgy döntött, hogy amennyiben úgy alakul, akkor támogatja a kiutazását a hallgatóknak azután is, hogyha esetleg ez az Erasmus probléma nem rendeződik, de reméljük 2025-ig még van idő ezt a kérdést újra tárgyalni, és nem így lesz. Tehát, hogy semmiképpen sem esnek el a hozzánk jelentkező hallgatók az Erasmus lehetőségétől. Az új tanterveink, amik most indulnak majd szeptemberben, az úgynevezett F-tantervek, azok kifejezetten úgy jöttek létre, hogy egy úgynevezett mobility window legyen benne, tehát lehetőség egy olyan fél év a diákoknak, amikor kifejezetten ajánlott külföldre menniük, ugyanis úgy válogattuk össze a tantárgyakat, hogy sok abban a fél évben az olyan tantárgy, amit külföldön is tudnak hallgatni. Tehát mindenképpen mi is szeretnék, ha minél többen vállalkoznának erre a kiutazáshoz. Valóban tapasztaljuk mi is azt, hogy eleinte félénkebbek a kiutazás tekintetében, tehát kell kampányolni, hogy menjenek, pedig ez hatalmas lehetőség és hatalmas tapasztalás lehetősége, ugye semmiképpen sem kell lemondani azoknak, akik hozzánk jelentkeznek erről. Minket ez a változás nem érint, de az Erasmustól függetlenül is vannak lehetőségek. Az európai munkaerőpiac megismerésére is akár. Az előbb a szakok felsorolásánál elfelejtettem megemlíteni a szociális munkaszakunkat. Egészen furcsa, ugye, hogy egy magánegyetem szociális munkásokat képez. Ha belegondolunk, hogy hol van leginkább munkaerői igény a nyugat-európai munkaerőpiacon, az éppen a szociális szféra. A mi szociális munkásainknak van például egy olyan tantárgya, hogy összehasonlító szociális munka, és ez osztrák partnerek bevonásával kerül oktatásra. Onnan tudom, hogy én vagyok az oktatója, tehát rendszeresen megyünk ki Ausztriába szociális szervezetekhez, idős otthonba, ápolási otthonba, integrációval, inklúzióval foglalkozó iskolába, és az a feladata a hallgatóknak, hogy megfigyeljék, hogy hogy zajlik ott az adott területen a munkavégzés, és hogy van ez Magyarországon. És mindig azt tapasztaljuk, hogy ezeken ezekben az osztrák intézményekben akár el is helyezkedhetnének a hallgatóink, akár azonnal, nyilván ez a német nyelvtudás is szükséges. Tehát az osztrák munkaerőpiac, sőt az egész európai munkaerőpiac is nyitott arra, hogy Magyarországon végzett szociális munkásokat alkalmazzon. Vannak távoktatásos hallgatóink egyébként Nyugat-Európában, most már ugye Brexit után nem EU, de Nagy-Britániában, akik nálunk végeznek szociális munkaszakon, megszerzik a diplomájukat külföldről. És külföldön is helyezkednek el az itteni diplomájukkal. Úgyhogy ezért érdekes történetek már, tehát ma már nem csak a magyar munkaerőpiacra képezünk szakembereket, hanem talán az európaira. Akkor a külföldi lehetőségek is adottak mind a két intézményben. Egyébként, hogyha így a technikai felszereltséget nézzük a két egyetemen, akkor mi mindennel találkozhat a hallgató? Mire talán legbüszkébbek vagyunk a nagyon modern robotikai laborunkra, és itt a legmodernebb robotokon tanulnak meg programozni a diákok, ezt tanulják meg működtetni, sőt, nagyon ügyesek, mert idén például a WordSkill-re első helyezést értek el hallgatóink, és kint voltak a versenyen, úgyhogy nagyon kiválóan teljesítenek ebben a témakörben. És a jövőben pedig készül a mechatronikai Science Park, tudományos park, itt a kampusz mellett, ahol még újabb, szintén modernebb gépek és robotok lesznek elérhetőek a diákok számára. Önöknél? Nálunk nincsenek robotok, mi azért ugye nem műszaki területen vagyunk jelen. A Kodolányiról talán még azt érdemes tudni, hogy elsők között volt azok között, a felsőoktatási intézmények között, amelyek távoktatást indítottak. Tehát ez még annó, amikor még ezek a mai szoftverek nem is léteztek, sőt, még az a fogalom, hogy felhő nem létezett, mi már
kor, bölcsészszakokon is használtunk ilyen technológiát. Az egyik ilyen óra az internet és irodalom. És ott már azt gyakoroltuk az akkori nyelvtanárszakos hallgatókkal, hogy hogyan lehet egy időben több embernek egy szövegen dolgozni, úgyhogy ezek érdekes kísérletek voltak, de mondom, még a felhő szó sem létezett. Ugye amikor jött a Covid, akkor tulajdonképpen mi másnap már át tudtunk állni erre a technikára a nappali tagozaton is. A technikai felszereltségen mindenképpen lehet javítani, és szeretnénk is javítani. Pesten van most éppen egy stúdiófejlesztésünk folyamatban, ami viszont tip-top, az itt a székesfehérvári jazz stúdió, ami például alkalmas akár jó minőségű hangfelvételek rögzítésére is. Ugye biztosan nagyon érdekli a leendő hallgatókat, a felvételizőket, hogy hát milyen ponthatár kellene, vagy nagyjából elérni, tehát hogy milyen magasra kell tenni a létszet így maguknak. Mondjuk ilyen népszerű szakokat, hogyha nézzük, akkor mi a helyzet? Ja, alapvetően a műszaki képzésekben sosem voltak túl magasak a ponthatárok, és ez ugye egy minimum pontot, amit az egyetem meghatározott, az 260 pont. Hát ugye majd a ponthatár húzáskor derül ki, mert ez mindig attól függ, van, most úgy határozza meg a szabály, hogy mennyi a keret, a felvehető keretszám, és ugye a jelentkezőktől függ, hogy abba a keretbe hol lesz az a ponthatár, ami még bekerülhet. A műszaki képzésekben mindig a legnehezebb az első fél év szokott lenni, tehát az úgymond a bennmaradás, amikor az alapozó tárgyaknak a, hogy mondjam, az akadályán kell túllépni vagy túlesni, hogy ez inkább sokkal nagyobb challenge talán. Önöknél a Kodolányi János Egyetemen mi a helyzet? Nagyon hasonló. Én azt gondolom, hogy az, amit hallottunk az előbb, az leginkább ugye a felsőoktatási szocializációval függ össze. Egy középiskolásnak hirtelen önmagáért felelős felnőttként kell egy tanulási folyamatban részt vennie. Tehát ez egy fontos ugrás, tehát hogy nincs minden nap esetleg úgy házi feladat, mint eddig. A kötelező olvasmányok a fél év végi vizsgai időszakra kell azért feldolgozni, ezt a szabadságot azért nehéz megszokni. Ezért valóban itt azért az alapozó tárgyaknál kell egy picit jobban odafigyelni, és ahogy megszokják a hallgatók, hogy ez egy más világ, aztán onnan már sikeresen veszik aztán az akadályokat. Hogyha keretszámokat nézzük, akkor hány hallgatót tudnak felvenni az egyetemre? Ez szakonként van meghatározva. Nálunk a legmagasabb keretszám alapvetően ugye az informatika szakra van, itt 80 főt tudunk maximum fölvenni, a többi szakokon pedig 20 és 30 közötti, illetve a fölmérő szakon van még egy nagyobb keretszámunk, oda 40 főt tudunk fölvenni. Mi magánegyetemként nem dolgozunk keretszámokkal, tehát számunkra ez egy nem releváns kérdés. Ugye önöknél nagyjából ugye önköltséges a képzés, bár mondta, hogy mesterképzésben azért van államilag finanszírozat is. Az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán viszont, ha jól tudom, akkor van ösztöndíjrendszer is, ugye, amit így... Pluszban még ösztöndíjrendszer. Igazából a felvett hallgatóinknak 99,9%-a, tehát elvétve van egy-egy, aki azt választja, hogy ő nem akar állami támogatott lenni, de aki az akar lenni, tehát ezekben a képzésekben elég nagy az állami támogatott keretszám, tehát majdnem mindenki állami támogatottként kerül be az egyetemre. Plusz ösztöndíj, nagyon sok minden van, ugye van az egyetemi ösztöndíj, a városnak az ösztöndíja, aztán tulajdonképpen azt számolgattuk, hogy duális képzésnek ha valaki duális hallgató, ugye azért a mindenkori minimálbér 65%-át kapják a hallgatók, aztán ha megéri jól tanulni, mert aki igazán jó tanuló, az a magasabb tanulmányi ösztöndíjat kap, a magyar állami ösztöndíj, a kutatási programok, amiben részt vehetnek. Tehát, hogy tulajdonképpen egy nettó 400 ezer forintot egy jól tanuló diák tud keresni az egyetemen. Csak azzal, hogy jól tanul. Tehát, hogy mindenképpen érdemes tanulni, és érdemes jól tanulni. Tehát, hogy ez a lehetőség. Tehát, hogy nem, hogy pénzbe kerül a tanulás, hanem, hogy a tanulmányok alatt már lehet jól keresni. Nálunk egészen más a helyzet. Ugye a tandíjas felsőoktatási intézményként számunkra, vagy nálunk az az előny jelenik meg, hogy nincs elkötelezettség a végzés utáni munkavégzésre tekintettel, vagy például
élethelyzetben megéri akár költségtérítéses képzést választani. Hiszen gondoljunk bele, ha egy 18 éves még nem biztosan tudja, hogy ő azt a szakot szeretné elvégezni, és mondjuk egy konkrét szakmára célozva képzeli el az életét, bizonytalan még, akkor elképzelhető, hogy számára előnyösebb költségtérítéses képzést választani, és amikor már kialakul, hogy végül is mit szeretne csinálni, akkor még mindig megvan a lehetősége, hogy a 12 állami finanszírozott fél évét felhasználja. Esetleg mesterképzésben, esetleg olyan képzések területén, amelyek jóval drágábbak, mint mondjuk a Kodolányinak az alapképzései. Ezzel a stratégiával is egyre gyakrabban találkozunk a hozzánk jelentkezők körében. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Köztérnek a vendégei voltak, és hát talán egy kicsit tudtunk segíteni így a nézőknek is, hogy milyen a két intézmény, miért érdemes önöket választani. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. Kedves nézőink, a Köztér vendége volt Pogácsnik Mónika, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese, és Kovács László, a Kodolányi János Egyetem oktatási rektorhelyettese. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.